Köszöntök ismét mindenkit itt a videónkban, mindenkinek köszönöm az eddigi hozzászólásokat, azt, hogy megnézték egyáltalán a videót. Mint az ábra mutatja, az utóbbi részek, ha valaki figyelte, azok ugye egy ilyen garázs környezetben, kertben voltak, hát most beszorultunk megint tető alá, mert az idő kezd elromlani, de a témánk is olyan, ami egy kicsit a rossz időhöz kötődik. Azt a kérdést szeretnénk valamennyire tisztázni, ami még mindig fölmerül sokakban, hogy kell-e a motort hideg időben előmelegíteni, vagy nem kell előmelegíteni. Ugye nyáron ebből nem szoktunk gondot csinálni, elfordítjuk a kulcsot, motort indítunk, utána már megyünk is. Na de mi van, ha hűl az idő? Erre két elképzelés van, hogy mit kell csinálni a motorjainkkal, a belső égési motorjainkkal. Az egyik elképzelés az az, hogy nem kell foglalkozni semmivel, lehet indítani és menni is. A másik viszont azt mondja, hogy szépen, hosszan elő kell melegíteni. Az utóbbi, tehát akik a melegítés pártiak, azok azzal érvelnek, hogy a belső égésű motorokat nem szabad úgy megterhelni, hogy hidegek. Amikor hideg a hűtőfolyadék, hideg az olaj, az nem tesz jót a motornak, ha ilyenkor komoly terhelést kap. Az az igazság, hogy ebben igazuk is van, tehát a belső égésű motor valóban érzékeny erre. Az más kérdés, hogy ma mondjuk a hétköznapi autós használatban kevesen szoktak egyből padlógázzal indulni. Aki úgy teszi, az valóban nem tesz jót a motorjának. De valóban volt egy olyan helyzet a belső égésű motorok időszakában, amikor ez a melegítés indokolt, és valóban az, amikor egyből nagy terhelés van. Ilyen például a versenymotorok, vagy ilyenek a repülőgépek, akik ugye az első lépés maga a fölszállás, az egy borzasztó nagy terhelést jelenti, akkor olyan 85%-ot, teljesítményük 85%-át mozgósítják a repülőgépek, hogy el tudják érni a repülési magasságot. Ez persze a százalék az igaz a mai gázturbinás repülőgépekre is, meg a dugattyús motorosokra is. Persze a gázturbina sokkal hamarabb bemelegszik, mint a dugattyús motor, az ugye egy kicsit másképp működik és másképp reagál. A hosszú melegítésnek azonban a dugattyús motorokban van egy hátránya. Ez elsősorban a benzinmotoroknál domborodik ki. A gond az, hogy a hosszú melegítés, az egy helyben álló alapjárati melegítés, az elég kicsi hatékonyságú. Nagyon lassan melegszik föl a motor, és a melegedés közben a befecskendezett vagy beporlasztott üzemanyag, az kicsapódik a hideg hengerfalakon, lemossa az olajat. Magyarul így nagyobb a kopás, mintha egy kis terheléssel elindulnánk. Tehát ez a módszer igazából nem ajánlott, arról nem beszélve, hogy energiapocsékolás is, hiszen az a benzinmennyiség, amit állva, vagy üzemanyagmennyiség, amit álló helyzetben égetünk el, az nem hasznosul, hiszen az autó akkor hasznos, ha mozog, ha megy. Ugye ezért találták ki a start-stop rendszereket, amik ha megállunk a forgalomban, akkor leállítják a motorokat ugye a modern autókban. A másik iskola ugye azt mondja, hogy induljunk azonnal. Egyrészt, mert ugye gyorsabban bemelegszik a motor, és ez igaz, terhelés alatt hamarabb bemelegszik a motor, így gyorsabban átlépjük azt a szakaszt, amíg az üzemanyag kicsapódik a hengerfalakra. Ráadásul még egyet, ugye egyrészt ugye ez is bejön, hogy egyből hasznosul az energia, hiszen mozgatjuk az autót, és még egyet tudunk, így hamarabb elérjük az üzemi hőfokot is. Ami viszont ilyenkor baj lehet, tehát az az elindulás mégsem jó, hogy egyből indítjuk a motort, és már rakjuk is fokozatba az autót, és indulunk. Ennek oka pedig az, hogy a motorban olaj van, és ezt ugye egy olajszivattyú hozza mozgásba, és annak van egy idő szükséglete, amíg az olajnyomás fölépül, illetve az olaj elér a legutolsó kenési helyekre is. Ez az időtartam, ez nagyban függ a felhasznált olajtól, a motorkonstrukciótól és természetesen a hőmérséklettől. Minél hidegebb van, annál több időre van szükség. Itt föl is rajzoltam egy ilyen ábrát, egy híres neves olajcég mérte ki, motorolajgyártó mérte ki ezeket az adatokat, hogy nulla foknál mennyi időre van szükség ahhoz, hogy egy mondjuk átlagos motorban az olaj, vagy a megfelelő motorokban az olaj körbefusson. A 15 vevé
mondjuk 40-es olajok, azok elég általánosak voltak a Lada, Skoda korszakban, ezek már azért mennek ki a divatból, de mint az ábra mutatja, hogy már nulla fokon, vagy az ő mérései mutatja, már csak nulla fokon, tehát nem is mentünk a mínuszokba bele, 48 másodperc, majdnem egy perc kell ahhoz, hogy az olaj az utolsó kenési helyre eljusson. Ez a 10 vevés olajjal 28 másodpercig tart, az 5 vevéssel 8 másodpercig. Ugye ez a vevé, ez a dupla V, ez a winter szónak a rövidítése, de ez az olajokon ugye föl van tüntetve, ez a viszkozitást jelenti, és minél kisebb a szám, annál folyékonyabb az olaj, a hőmérséklet csökkenésével annál tovább marad folyós az olaj. Tehát ugye azt kell elképzelni, hogy mondjuk a 15 vevés olaj, az körülbelül olyan, az még nulla fokon, az még folyik, hát nem úgy, mint a víz, hanem inkább tényleg úgy, mint egy étolaj. Viszont, hogy csökken a hőmérséklet, a mínusz 15-20 fok környékén már elkezd ilyen méz sűrűségűvé válni, míg ez a átalakulás a 10 vevés olajban, meg az 5 vevés olajban később következik be. Hát ugye a mai legkorszerűbb olajok azok a nulla vevések, annál ez a, ha úgy tetszik, mézesedés, vagy ez a besűrűsödés, ez csak a mínusz 30 fok fölött kezd beindulni, ami ugye visszafele viszont mutatja, hogy azonos hőmérsékleten ezek az olajok, a nulla vevés olajok érnek oda a leghamarabb a kenési helyekre. Tehát látszik azt, hogyha valakinek jobb olaj van, vagy ilyen alacsony viszkozutású olaj van az autójában, az indulhat el a legbátrabban, mert ott már fönn fog állni az olajnyomás. Aki nem tudja mondjuk, hogy milyen olaj van az autójában, mert vannak ilyenek, akik annyira nem követik ezeket az eseményeket, ugye elviszik az autót a szervizból, beletöltik, amit beletöltenek, azt szoktuk mondani ilyen általános szabályként, ami tulajdonképpen mindegyikre is igaz, és mindegyikre igaz lehet, hogy ne induljunk el azonnal az autóval nulla fok alatti hőmérsékleten, hanem cseréljük fel a szokásos sorrendünket. Ne azt csináljuk, hogy beülünk, bekötjük magunkat, elrendezgetjük a dolgainkat az autóba, és aztán indítunk, és egyből fokozatban neki is vágunk az útnak, hanem fordítsuk meg a menetrendet. Először indítsuk be a motort, utána kezdjünk el pakolászni, utána kössük be a biztonságjövet, és ahogy csökken az idő, és esetleg jegesedés van az autón, vagy ilyen délrárakódás, akkor azt is úgy csináljuk, hogy ne először lekaparjuk az autót, és utána indítsuk el a motort, hanem fordítva, előbb indítsuk el a motort, és utána lássunk neki kapargászni. Egyébként ennek az időtartama azért ne legyen túl sok, tehát azért körülbelül az 5 perc az mindenképpen meghúzható egy olyan határként, ami már túlzott melegítés ezeknél az autóknál. Tehát egy olyan 1-2 perc alatt, még a mínusz, tehát 0 fok alatt is minden motorban az olaj körbefut és indulásra készé válik. Egyébként az olaj több szinten is fontos, tehát például a kézi tehát egyrészt a motoroknál, de az automata váltóknál is fontos, tehát ha valakinek automata váltós autója van, ott ugyanezeket a szabályokat be kell tartani, tehát hagyni kell egy kis időt, hogy az automata váltó olajszivattyúja is körbe tudja kergetni az olajat a váltón belül, mert ezzel egyszerűen meghosszabbíthatjuk ugyanúgy az élettartamát, mint a motorét. De már az élettartamnál tartunk, meg az olajozásnál itt megjegyezném, hogy a nagy teljesítményű, nagyméretű dízelmotoroknál általában az indítási folyamatnak része, hogy van egy külön olajszivattyú, egy elektromos hajtású olajszivattyú, és csak úgy lehet a motort elindítani, hogy előbb ez az elektromos olajszivattyú körbe kergeti az olajat a motoron. Nem mondjuk személy szerint ezt egy T55-ös harckocsinál próbáltam és láttam, ott egy forgókapcsolóval lehet indítani a motort, tehát gyakorlatilag úgy, mint nálunk a slusszkulccsal, csak a gyújtásállás helyett van egy gyakorlatilag egy olyan állása a gombnak, amikor az olajszivattyú beindul, körbe küldi az olajat a nem tudom, talán 40 literes vagy 30-valahány literes löketérfogatú dízelmotorban, és csak az után lehet elindítani, amikor ugye nagyobb erők föllépnek, ugye megjelenik az égés a motorban, ha úgy tetszik a robbanás, ugye a hétköznapi nedén, bár azt tudjuk, hogy nem robbanás, hanem csak gyors égés, és akkor már a motor ellen tud állni ennek, vagy jobban föl tudja venni, hiszen az olaj az már ott van a kenési helyeken. Ilyen motormelegítésben több elképzelés van. Az egyik az, hogy addig ne terheljük a motort, amíg a vízhőfokmérő meg nem mozdul. Hát ez is nagyjából igaz, de erre például sok autóban már nincs is vízhőfokmérő, hanem csak gyakran van egy lámpa, ami csak elalszik. De van olyan, hogy még az sincs.
De azért ezeknél a motoroknál is igaz, hogy még ilyenkor sem lehet igazából megterhelni. Ugye van, aki azt mondja, hogy viszont csak akkor lehet terhelni, amikor már a teljes rendes üzemi hőfokot elért a motor, tehát függőlegesen áll a mutató. Az a csapda az egészben, hogy még ez sem teljesen igaz, mert a hőfokmérők többsége a hengerfejbe van bekötve, és az igazi terhelhetőséget, és ezt a versenyzők tudják jól, akkor éri el az autó, a motor, amikor az olaj eléri az üzemi hőfokot, tehát ezt a 90 fok körüli hőmérsékletet, és ez még később következik be. Tehát ha ezzel lehet is játszani, például az én autóm nagyon érzékeny erre, eléri az üzemi hőfokot, a hőfokmérő úgy mutatja, hogy elérte a motor az üzemi hőfokot, de én ilyenkor bekapcsolom a fűtést az adott fokozatra, meg a ventilátort, és elkezdek közlekedni az autóval, még érzem, hogy a meleg, ami bejön az autóba, egyre csak nő. Tehát hiába érte el a műszer szerint az üzemi hőfokot a motor, ez még nem igaz, még melegszik tovább, mert akkor csak a hengerfej és környéke érte el azt a hőfokot, ahol a mérés történt, de még a motor tömb, meg az egész motor átmelegszik, az idő. De a mai motoroknál ezt nem kell kivárni, nem is igazából környezetvédelmi szempontból sem, ugye ez a másik az azonnali induló kérve, hogy az abszolút csak terheli a környezetet, hogy álló helyzetben füstölünk, és ez igaz, hiszen nem, megint csak az, hogy nem hasznosul az üzemanyag elégetése az autó mozgatására. Tehát ez környezetvédelmi szempontból sem támogatandó. Az viszont továbbra is igaz, hogy igazi nagy terhelésnek a motort akkor lehet kitenni, amikor már meleg, amikor már teljesen meleg a víz is, illetve a hűtőfolyadék is, és az olaj is. Tehát az nagyon sokat árt a motornak, még a helyben melegítésnél is többet árt, ha valaki tényleg indít, sebességbe tesz és folgázzal elrajtól, és csak gangol fölfelé és nyomja neki padlóig a gázt. Ez rettenetes sokat árt a motornak. Tehát ha valaki tönkre akarja tenni a motorját, akkor csináljon így, mert ezt hamar el lehet érni vele, főleg a turbós motoroknál. Tehát ami miatt még érdemes ezt a bizonyos olaj átforgási időt betartani, az pont a turbó, hiszen amint megjelenik a kipufogó gáz, a turbó elkezd forogni egy kvázi alapjárati fordulatszámon, ami azért nem olyan kicsi, ez egy 80-100 000-es fordulat, ahogy egy turbó még az alapjárati motor mellett is pörög. Tehát azért itt elképzelhető, hogy ha ott az nem kap olajat a tengelye, akkor azt nem fogja hosszú távon meghálálni.